Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Sikeres vállalkozókat mutatunk be kedves nézőinknek, az első már itt velem szemben, méghozzá Németh József, aki tiszteltel köszöntök. Köszönöm szépen, Jóska, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Ugye az, hogy sikeres vállalkozó, az nagyon sok mindent jelenthet. Hát többek között azt, hogy már több mint negyed évszázada éltek a céggel, együtt működtök, sikeresen működtök. Ugye ezt mi is bemutattuk annak idején, hogy már azért milliárd fölött van a forgalom. Ilyenkor, amikor már decemberben vagyunk, és már nagyon közel van az év vége, akkor egy picit mindenki kacsingat arra, hogy jön a pihenés, meg azt is megnézi mindenki, és főleg egy cégvezető, gondolom én, milyen volt az esztendő. Természetesen. Évközben is azért figyeljük, hogy alakulnak a bevételeink, a kiadásaink. De az év vége mindenképp valahol hát a mérleg véget, a döntések, a jövő évi döntések véget, a jövő évi szerződések már mutatják, hogy mit fogunk csinálni, mennyi munkánk lesz netán. Bocsáss meg, ez most azt jelenti, hogy neked tulajdonképpen már most vannak a következő 2019-es évre szerződéseid? Természetesen. 3 hét múlva év vége az évnek, hát jövő évben indulni kell, tehát a december hóba azoknak a jövő évnek a indításához szükség van ahhoz, hogy én decemberben tudjam, hogy mit fogunk csinálni. Uh-huh. Most mi egyébként ugye multikról beszélünk, akiknek beszállítotok? Túlnyomó többségbe multiknak szállítunk be, főleg autóipari beszállítóknak. A kisebbek is tudnák egyébként, hogy mi lesz jövő évben, vagy ez már azért nyugodtan mondhatjuk, hogy egy komoly vállalkozásnak már illik tudnia, hogy... Hát inkább azt mondom, hogy illik tudni. Talán minden vállalkozásnak, aki úgy gondolja, hogy van jövője, annak azért decemberben illik tudni, hogy mi lesz a jövő év. Jó, meg hát azt is illik tudni, meg hát tudod is gondolom, hogy milyen volt az idei. Hát az meg főleg nagyon fontos tudni, hisz az idei év finanszírozza a következő évet, illetve hát ugye mindenképp előírás a számviteli törvény szerint is, hogy mérleget kell csinálni, zárást kell csinálni. Ugyanez majd csak a tavaszra kell leadni, de nekem, illetve minden vállalkozónak azért az egy nagyon fontos szempont, hogy milyen volt az évünk. És milyen volt az évetek? Nézd, dicsekedni nem szeretek. Körülbelül egy picikével jobb évet zártunk, mint a tavalyi év. Talán egy előremutatás lehet ez is. Az elmúlt 26 évben mondhatom azt, hogy minden évben picikét mindig rátettünk. Bocsáss, de ez mit jelent, hogy rátettünk? Több lett a munka, több volt a megrendelés, nagyobbak lettünk, nőttünk. Több volt a megrendelés, több lett a munka, nagyobb lett a termelőkapacitás, többen lettünk. Tehát egy folyamatos növekedést mondhatunk az elmúlt több mint egy évszázad, amit mondtál. 26 évvel ezelőtt gondoltad volna, hogy amikor majd eltelik, jó, hát ezt így nem fogalmazod meg, de mondjuk azt, hogy negyed század eltelik, és akkor arra fogok beszélni, hogy az én akkor még pici kis vállalkozásom, kérem, ott tart, hogy átléptük, már pedig ugye tavaly is megtörtént, hogy átléptétek az 1 milliárd forintot. Hát igen, már tavaly előtt. Tavaly előtt, bocsánat, igen. Hát azt mondom, hogy egy kényszervállalkozásként kezdve, mint ahogy már említettem, és sokan voltunk mások, akik kényszervállalkozóként indultunk. Fel sem merült bennem a gondolat, hogy még 25-26 év múlva is ebben fog foglalkozni. Sőt, azt tudom mondani, hogy van egy olyan cégünk, ami relatíve nagy területtel rendelkezik, nagy raktárakkal rendelkezik, gyártókapacitásokkal rendelkezik, hogy közel 30 embernek adunk munkát, hogy ez mondjuk az, hogy 15-16-17 család netántán, ugye most beleszámítom a beszállítókat is netántán, kisebb-nagyobb beszállítókat, ez eszembe nem jutott volna. De nem bántad meg? Meg nem bántam, csak azt szoktam mondani, hogy annak idején, amikor megalakult a Kft., nem is tudtuk, miről beszélnünk. Volt olyan könyv, hogy Kft. Ügyvezető kézikönyv, hát megvettük. El is olvastad? Hát, beleolvastam. Hát, nem abból tanultuk meg. Vegyük, tehát azért az egyértelmű, nem abból tanultuk, és nem az volt a meghatározó, adott támpontokat. Meg kellett mondani egy számviteli törvényt, meg kell tanulni más egyéb olyan dolgot, amit előtte nem foglalkoztunk. Jó, hát én előtte is osztályvezetői beosztásban dolgoztam, tehát valahol voltak fogalmaink dolgokról, de ez egy teljesen más dolog volt. Amikor az első egy doboz fólia a pincében megmaradt évvégén,
boldog voltam, raktárkészletünk maradt. Hát most, hogy akár... Most ez a rajos, de ezért, hát szóval... 2000 négyzetméter a raktár per pillanat, igen. Most mennyi? Ezt akartam. 2000 négyzetméter a raktár. De nem azért áll benne a sok anyag, mert hogy nem kellett, hanem mert hogy muszáj előre gondolkodni és betárazni. Igen, egy autóipari beszállításnál, just-in-time beszállítás van. Tehát én nem tudom, hogy reggel, vagy mondjuk ma délután nem tudom, hogy holnap mit fogok szállítani, vagy mit kell szállítanom. A partnereknek van egy csomag, amiben benn van 3-5-600 féle termék, és abból bármit rendelhet, azt nekem aznap be kell szállítani. Akkor te neked tulajdonképpen erre mindre fel kell készülve lenned? Hát igen. Azért ez nem semmi, persze, tegyük hozzá. Jó, ez úgy áll össze, hogy alapanyag, félkésztermék, késztermék, illetve valahol ugye a csomagolás technikának, azt szoktam mondani, a nagy vertikumát átfogjuk, nagy százalékát átfogjuk, és ezekből az anyagokból többfélét is tudunk gyártani gépeink. Úgy van lettek kialakítva, a tevékenységünk úgy lett kialakítva, hogy a rendelés után rá tudunk állni az adott termékre, és nem nagy szériákat, hanem kiszériákat szállítunk. De viszont komplet csomagolás technikákat szállítunk különböző vállalatoknak, cégeknek. Jóska, látlak magam előtt, amikor ott álltál a vállalkozás indulása előtt, és azt mondtad, mi a jó felével foglalkozzunk, mibe kezdjek bele. Én őszintén megmondom, soha nem gondoltam volna mondjuk a helyedben, hogy ilyennel foglalkozzak. Most, hogy már látom, hogy igaz a rengeteg munkával, és ugye tegyük hozzá, hogy itt csak minőségi munkáról lehet szó, hogy hova ért el a cég, most már látom, hogy megérte volna. De szóval lényeg az, hogy honnan jött ez a gondolat, hogy kezdjünk el csomagolóanyagot készíteni? Ez egy érdekes kérdés, és többen föltették ezelőtt, mondjuk 15-20 éve is talán már föltett. A könyvelőm tette fel akkor annak idején, hogy német úr, hogy jutott magának eszébe, hogy csomagolóanyaggal foglalkozzon? Hát kérdés roppant egyszerű, a válasz nem a kérdés, a válasz roppant egyszerű. Én élelmiszeripari gépész vagyok. Mi közel van az élelmiszeripari gépésznek a csomagolás? Hát mi tanultunk csomagolás technikát. Én tanultam csomagológépekről, csomagolóanyagról, hisz amikor én államvizsgáztam, akkor még jóformán az élelmiszeripon kívül senki nem csomagolt, tehát mi tanultunk ilyen valamilyen szinten, illetve az utolsó munkahelyem, ami úgynevezett állami munkahely volt, ott a csomagolóanyagbeszerzés, csomagolóanyaggal kapcsolatos vonal, a raktározás az hozzám tartozott. Talán ez is egy kicsit, illetve annak idején fölépítettünk egy műanyag újrafeldolgozó üzemet Veszprém Varsányban, ahol műanyag zsákokat gyártottunk, annak a projektmenedzsere végül is a lebonyolítója anno én voltam, és valahol innen jött. De jó bejött, na. Igen, szoktam mondani, hogy jó időben voltam, jó helyen, hogy szerencsém volt. Meg egy jó ötlet valósult meg, valószínű. Igen. Talán, ha lett volna másik 30 ilyen vállalkozó, aki ugyanígy gondolkodik, akkor lehet, hogy egy-kettő megmaradt volna, de lehet, hogy nem tudom, de lehet, hogy akkor éppenséggel kevés ilyen vállalkozó volt, és neked ez nagyon jól jött össze. Igen, valószínű, tehát ahogy a könyvben is, hogy jutott eszembe, hát végülis valahol volt egy kényszerpálya is. Uh-huh. Együtt tudomásul, hogy az is megvolt. Viszont, ha nem jól választottad volna ki a partnereket, vagy ha mondjuk a munkában nem törekedtek a minőségre, és nem jól dolgoztak, akkor valószínű egy olyan cég, mint a Valeo, és még sorolhatnék jó néhány ilyen nagy céget, hát nem maradtak volna veletek. Nem valószínű. Úgyhogy itt nem lehetett nagyon hibázgatni. Az, hogy hibázgatni nem lehetett, az egyértelmű, de igazából nagy valószínűsége a hozzáadott szolgáltatás. Az, hogy amikor kellett, akkor vittük. Amikor kérték, akkor vittük. Most teljesen mindegy volt, hogy szombat, vagy vasárnap, vagy délután kettő, ha egy mód és lehetőség van rá, megoldottuk. Ezt hívják úgy, hogy megbízhatóság, hogy ez a csapat az, aki nyugi, ha pénteken azt mondom neki 5 órakor, hogy igaz, hogy már 5 óra van, és péntek, meg hétvége van, de holnap ez kellene, és meg lesz, akkor onnantól kezdve megvan a bizalom. Sokkal durvább is volt, vasárnapi ebédnél csörgött a telefon, hogy elfogyott a raklap, mondhatom, vasárnap ebédet felálltam, beütöm a teherautóba, és vittem be raklapot. Tehát ehhez nagyon nagy, tehát szerencsénk volt, meg jó idő voltunk, jó helyen, de iszonyatos munkát kellett belefektetni. Jóska, ezt most jól kimondtad, bocsánat, mert az előbb én is mondtam, hogy sok mindent, hogy becsületes munka, minőség, stb. Mert ugye nagyon sokan ilyenkor azt látják, hogy ja kérem, hát elértek már az 1 milliárdot. De azt is látni kell, hogy mi van mögötte.
Tehát azért ez jól hangzik, az 1 milliárd. Igen. Ugye? De ez csak árbevétel. Ez árbevételről beszélünk, persze. Mindenhogy azt is hozzá kell tenni, azért vannak nehézségek is. Hát én többször jártam nálatok, akár kamerával, kollégákkal, és én bizony azt láttam, hogy te nem az azt tett lábaddal, keresztbe tett lábbal ülsz, hanem ott van munka. Tehát te is épp elég dolgot csinálsz ahhoz, hogy jól menjen. Ráadásul, ha jól sejtem, a mai világban még az is nehézséget jelent, mint ahogy minden más cégnek, hogy megbízható, jó munkatársat keressetek. Nem tudom, hogy te most például keresel-e munkatársat. Igen, igen, hát nem kis probléma a munkáról. Gondolom, nem gondolom, tudom, nem csak nálunk. Tehát a persze. Kis és középvállalkozásoknál, a nagyvállalatoknál is nagyon komoly problémát jelent. A munkáról megbízható munkáról főleg. Illetve hát a valahol a középvezetői réteg, műszakvezetőtől, raktárvezetőn keresztül, akár gépkocsi vezetőt említsem, a vezetőket most említettem. Most ilyeneket keresel? Igen. De ebben nem is gondolná, hogy ez sincs. Hát ez sincs, de nincsen betanított munkás. Még ha bár most azt tudom mondani, hogy a fizikai állományunk az most nagyon szépen összeállt. Bocsáss meg, amikor múltkor ott jártam nálad, egészen véletlen toppantam be, akkor azt láttam, hogy a folyosón ott sorakoztak az emberek, és meghirdetett állásra jelentkeztek. Hát azt abból hiszem, egyet sem tudtam volna. Ezt akartam mondani, hogy azt hiszem, hogy egyet sem vettél fel abból, gondoltam, mert megnéztem az állományt, Isten bocsássa meg, de azért mindenkit nem lehet akármilyen munkára alkalmazni. Jó. Sok esetben nem is tudom, hogy miért jön oda, mikor nem is akar dolgozni. Tehát igazából... Mert most ez egy tendencia, úgy látom országosan, hogy munkanélkül sok pénzt keresni, ami hát nem megy, tegyük hozzá. Hát most ugye mondtam, hogy keresünk embert, igen, keresünk műszakvezetőt, olyan, mint egy középfokú végzettséggel rendelkező műszaki beadottságú, kicsit agil és kicsit mozgalmasabb ember, aki elvisz egy 15-20 fős csapatot. De az első kérdés az lesz, hogy hát németul, mennyi a pénz? Mert így kezdik, nem? Hát azt nem most nem kamerába szeretném. Nem, csak azért mondom, igen. Persze, így kezdik is, mindenki. Is. Tehát azt szoktam mondani, juttatások, bérek. Igen. Azt szoktam mondani, gyerekek, az a baj, hogy igazából meg sem tudom mondani, mit szeretnénk fizetni, mert nem igen jelentkeznek. Aki jelentkezik, meg ír el is igényekkel. Az előbb letorkoltál, nem akartam, hogy kimond a pénzt, azt akartam csak elmondani, hogy én azért tudom, hogy a ti cégetek nem az utolsó helyen áll a fizetésekben, és azért meglepő, hogy még a jó fizetések mellett sem igazán lehet munkaerőt találni. De hogy tovább menjek, mi lenne akkor, hogyha most holnap kapnál egy nagyobb megbízást, és azt mondják, hogy német úr, köszönjük szépen az eddigi megbízható munkáját, megdupláznánk a kapacitást, mert építettünk egy új csarnokot. Akkor mi van? Azt kéne mondani, hogy köszönjük szépen, de keressenek egy másik partnert? Mert ha nincs ember, akkor nem lehet megcsinálni. Hát végül is igazából ennek tehát ha az eddigi partnerén közül jön valaki ebben az igényel, akkor tudom, meg kell éjszakai oldani. Munkával is, de meg kell, akkor meg kell oldani. Ha új partner jön vele, hogy ő neki egy nagyobb megbízás, egy nagyobb, egy tender, meghívnak egy tenderre, mert állnak, azt mondjuk, köszönjük szépen, nem kérjük. Uh-huh. Tehát vannak korlátok is. Sose hitted volna, hogy egyszer azt fogod esetleg majd valaha mondani valakinek, hogy köszönjük, nem. De azért optimista vagy, hogy lesz ilyen szempontból jobb is? Biztos. Látsz ilyen jeleket? Nem. Nem jelek, tehát itt nem, a jelek, nem jelek vannak, vagy nem, tehát most nem lehet, hogy mindig rosszabb legyen ilyen szempontból. Biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek szükség van erre a munkára, szükség van erre a lehetőségre. Most van az, hogy el kell csábítani a másik cégtől embereket? Vagy az nem jellemző látok? Nem csábítunk, nem ígérgetünk. Gyere oda, azt szoktam mondani bárki, aki oda jelent, gyere oda, nézd meg, álljál be két napra alkalmunkavállalóival dolgozni, lássad azt, hogy mit kell itt csinálni körülbelül, és döntsd el, én nem hívok. Tudom, mit fizetek, megmondom, mit fizetek, mit adok, milyen szolgáltatást kapsz már ilyen. Akarod, vagy nem akarod csinálni. Tehát senkit nem csábítottam még, én senkit nem hívtam hozzánk dolgozni, mindenki jött jelentkező, szeretnék itt dolgozni. Nézd meg, hogy akarod ezt csinálni, illetve én is megnézem, hogy akarja az illető ezt a munkát csinálni, vagy csak úgy hadobázik nekem, hát az nem működik. Nem kell többet, azt szoktam mondani műszakvezetőknek, vagy bármilyen kisebb, nem kell többet csinálni, mint amennyit én. Nem, nincsenek nagyobb igényeim. Amikor a 25. jubileumi ünnepségetek volt, akkor elég sok mindent láttam ott a cégen belül, és legutóbb láttam ott a szobátoknál érdekes
kartonból, papírból kialakított figurákat, és nagy örömmel mutattad nekem, hogy hát már ilyet is tudunk csinálni. Jó, természetesen ezek a figurák, amiket ott láttunk, ezek nem arra szolgálnak, hogy minden nap ilyeneket gyártsatok, csak úgy érdekességként mutattad meg nekem, hogy a gép mit tud. De oda akartam kiukadni, hogy ma már olyan komoly berendezések vannak, olyan komoly technika van, hogy azt hiszem, hogy mert a konkurenciát is figyelni kell, hogy muszáj minden pillanatban figyelni is rájuk, meg tovább lépni. Ezt gondolom, hogy te sem teheted meg azt, hogy azt mondod, hogy megvettünk minden gépet, kész, most vacakoljunk vele, nem kell nekünk új. Igen, mindig megvettük azt a gépet, amire szükség volt, és akkor jön a következő, hogy még egy másik gépet kell venni, illetve a másik oldala, ha nincs munkaerőd, akkor automatizálj. Vegy olyan gépet, amely többet tud, gyorsabban dolgozik, kevesebb felügyeletet igényel, vagy kevesebb emberi munkát, vagy élő munkát igényel. Igen, hát így vettünk eszközöket, gépeket, telepítettünk be a tavalyi évben is, nem is, mi is keveset. Tehát, amit említettél, egy lézerplottert vettünk, ez mint a kivágásra szántuk, és foglalkoztatjuk ezt a gépet, de hát ez tud mást is, és azok a úgynevezett 3D-s puzzlek, amiket a fiúk úgy csinálgatnak és mutogattunk, hát igen, ezek vannak, ezeket tudjuk csinálni, de nem ez a célunk, és nem is szeretnénk webshopba árulni ezeket a dolgokat. Pedig elég sok mindent készítesz a csapatoddal, mert néztem, hogy a termék kínálatban nem is tudom, 600 fölötti... Hát 6-700 körüli az a termék, ami csomagolás technikai termék van, erre azt mondtam, hogy ebből körülbelül a 300-350 fél ami aktív termék, természetesen nem mindent mi gyártunk. Na most acélpántoló kapcsot vagy kartonplaszt lemezt nem tudunk gyártani, hát nincs kapacitásunk. Igenis megveszük az alapanyagot és abból konfekcionálunk, vagy gyártunk terméket, vagy megveszük a készcsomagolási terméket, és komplex csomagét kínáljuk fel a partnereinknek, hogy mi ezt is, ezt is, ezt is bevisszük. Nem kell raktárkészlet, mi minden nap szállítunk, saját autóinkkal szállítjuk be az elkészült termékeket. Egyszer mondta egy számot nekem, hogy egy ilyen zsúfoltabb napon hány kamiont kellett megpakolni, hány raklapni ment vele? Hát igazából a kamion, tehát inkább úgy mondom, hogy mennyi megy ki általában, a 100-110 raklapnyi áru megy ki általában naponta a cégtől. Tehát ennyinek be is kell jönni, mert hát nem jönne be körülbelül az áru. Tehát és akárhogy nézem, hogy egy kamion átlába, ugye 33 raklapos, tehát azért az a két-három kamion ki, két-három kamion be, tehát azért dolgozni kell azért a kollégáknak, hogy ez működjön. Én láttam, hogy te is ősz vagy, mint én, egy kicsit azért kevésbé, ami nem tetszik nekem, de hát lényeg az, hogy tehát te sem 20 éves vagy, hanem legalább már 30-35. Igen, az... Szoktál azon gondolkodni, hogy én ezt meddig akarom csinálni? Hát nézd, én azt ígértem a kollégáknak, hogy 70 éves korom után már ritkában fogok bejárni. És akkor ki fogja vinni? Kedves feleséged, Réka vagy? Még van időm. Tudom, hogy van idő, csak hogy te szoktad mondani, meg így is kezdted ma, hogy muszáj a következő időszakra gondolni. Tehát egy jó cégvezető azért arra is gondol, hogy fiatalít, ki jön utána, kinek adja át, vagy eladja a céget, mert ilyenek lehetnek. Most nem akarom megijeszteni a munkatársaidat, szó nem volt róla. Ezt csak én mondom, hogy hát majd 75 éves korodban, ugye, vagy 70-75 éves korodban. Eladnád, nem azt mondtam akkor, hogy nem megyek be, majd ritkábban fogunk bemenni. Lehet, hogy ők fognak legjobban örülni, hogy már nincs itt az önemegyünk. Vagy hiányozni fog neked a munka, maradjunk annyiban, mert azért te ilyen munkamániás vagy, nem? Hát ez egy rossz kifejezés, hogy munka. Nekem ez volt a hobbi. Igen, nekem ez a hobbim volt. A hobbi most, mai napig is. Tényleg nem fárasztott, és nem, hát most már azért néha a 12 óra az hosszúnak tűnik. Jó főnök vagy? Remélem. Na most mi a jó főnök? Tehát igazából nem biztos, hogy a megengedő főnök a jó főnök. Nem biztos, hogy a nem megengedő. Tehát valahol az arany középutat megtalálni nem tudom. Ezt a kollégánktól kérdezem. Aki kellő időpontban szigorú tud lenni, aki kellő időpontban éppen tud engedékenyebb lenni. Egyébként ugye itt most karácsony közeledik, és ilyenkor tudom, hogy minden évben a munkatársaiddal összegyűltök, és megünneplitek, hogy itt az év vége, mert már szerintem mindenki nagyon várja tényleg, és gondolom ki is van, mindenki el van fáradva, egy hajtós világban élünk. Lesz ebben az esztendőben is egy ilyesmi? Természetesen már hosszú évek óta csináljuk, hisz ezt csapatépítésnek nevezik. Úgy szóval én nem csapatépítésnek, hisz a kollégákat már ezt tényleg az elsőt adjam 17-18 éve ültünk le. Igen. 18 éve, így van. Hát, az idő megy. Az idő megy, igen, egy pillanat, hogy belegondolsz, húha. Nálunk ez egy szombati
ebéd szokott lenni, hiszen annak több a női dolgozó. Nos, azt szoktam mondani a lánynak, hogy hölgyeim, ma nem kell ebédet főznie. Hozzá a párját magával, a férjét, barátját, éppen kinek társát hozzá el, meghívom őket egy ebédre. Ilyenkor természetesen azért kocintunk egy pezsgővel, egy pálinkával, kinek éppensége milyen. Saját készítésű pálinka? Nem én készítem a pálinka, az a pálinka főző. Igen, hát saját polinkák, nem is pálinka, hanem polinka van nálunk. Illetve egy büféasztalos ebéddel várom a kollégákat. Egy nagyon hogy rövid, megköszönöd az egész éves jó munkát? Egy nagyon rövid évértékeléssel, egy köszönettel, ahogy te mondtad, illetve tőzsgárdás kollégáinkat azért ilyenkor ki szoktuk emelni és megjutalmazni. És azért azt is el kell mondani, hogy van olyan kollégám, ki 15 éve velünk dolgozik. Most akartam megkérdezni, de akkor ezek szerint most már nem kell, tehát vannak régebbi kollégák. Szoktál gondolni a beszállítókkal lévő kapcsolatodra is? Mert ugye ilyenkor van az, hogy küldözgetjük egymásnak sokszor a talán át se gondolt jó kívánságokat, csak hogy automatikus elküldjük a boldog karácsony, stb. Pedig ugye nagyon fontos, hogy tulajdonképpen egymásnak segítve élünk. Nem szoktam ilyen boldog karácsonyos leveleket küldeni, vagy lapokat küldeni, inkább megcsörgetem azt a közvetlen partnert, beszállítói partnert, akivel közvetlen kapcsolatom van, most világos, hogy a Dunapaknál nem a vezérigazgatókat fogom fölhívni, hisz a területi vezető vagy kereskedelmi vezetők a kapcsolatok. Tehát inkább megcsörgetem három mondat erejéig, hogy köszi az évet, hogyan volt, mint volt. Azt is elmondom neki, ami nem tetszik természetesen, vagy nem igazán jó volt. De egy jó kapcsolatban ez is belefér, azt hiszem. Ha nem fér bele, akkor nem jó a kapcsolat. Igen. Akkor nem igazán jól működött. Ez természetesen évvégén való legyen mérleghúzás ugyanúgy, hogy akivel milyen volt a kapcsolatom, hogy alakult, milyen alakult a kapcsolatom. Hát én azt kívánom neked és munkatársaidnak, hogy amikor a következő esztendőben majd megint elkészül a Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamaránál a top 100 plusz 200, ugye a legjobb, megye legjobban dolgozó cégeiről van szó, akkor mindig ott legyetek, ott az élen valahol. Ez pedig azt jelenti, hogy komoly bevétel van, mindenkinek sikeres az esztendeje, a vállalkozás jól megy. Köszönöm, hogy itt voltál. Legyen így, ahogy te mondtál, és köszönöm még egyszer a meghívást. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Jóska. Kedves nézőink, Németh Józseffel, a Polygram Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk, köszönjük, hogy velünk töltötték az estét, maradjak továbbra is velünk, műsoraink folytatódnak tovább itt a Regina Televízió csatornáján. Munkatársam nevében is elköszönök, szép estét, viszontlátásra!